28 együttes nevezett a labdarúgó Magyar Kupa 2025-26-os sorozatára Vármegyében. Az első körben 16-ra, a másodikban pedig 8-ra csökkent a létszám. Hétfőn elkészült a harmadik forduló sorsolása. Érdekesség, hogy megismétlődik az idei Vármegyei Kupa döntő, mivel az Újfehértó a Tarpát fogadja. Az is biztos, hogy lesz másodosztályú csapat a legjobb négy között, mivel a Balkány a Gyulaházával került össze. Két tét van, egyik az országos főtáblára jutás, másik pedig reményeink szerint a 8 csapatból a veszteseknek is lehetőségük lesz még főtáblára jutni, de egyelőre nincs feladható létszámunk, ezért a Vármegyei Kupasorozat szeptemberben be is fejeződik a harmadik fordulóval. Úgyhogy egyelőre csak azt tudjuk eldönteni, hogy a 8 csapatból ki jut tovább, melyik 4 csapat. Reményeink szerint a 4 győztes csapat már országos főtáblára jut, de szeretnénk, hogyha kiesett 4 csapatból is lekapna még lehetőséget legalább 2 csapat. A bajnokságot a Vásáros Namin 1 győzelemmel, 1 döntetlennel és 3 vereséggel kezdte, míg a Nyírmegyes Mérlege 2 győzelem, 2 döntetlen és 1 vereség. Mivel az elmúlt években a Vármegyéből 6 csapat került fel az országos főtáblára, a győztes minden bizonnyal ott lesz a jövő nyári folytatásnál. Két megye kettes csapatot sikerült legyőznünk, Fehérgyarmatot, illetve Nagydobost. Most ugye Nyírmegyessel fogunk találkozni, két megye egyes csapat mérkőzik meg egymással. Tehát ugye a hétvégén Nyírmegyes Gergőgonyával játszott, információim szerint nagyon erős csapatról van szó, szóval megerősödtek a nyáron, úgyhogy nagyon kiélezett mérkőzésre számítok, és természetesen Vásáros Namin továbbjutásra. A srácok nagyon motiváltak, számolgattunk már az elmúlt héten is, mondtam nekik, hogy egy győzelem is már valószínűleg ott leszünk akkor a főtáblán, ez mind a városnak, mind pedig az egyesületnek nagyon nagy eredmény lenne. A balkániak képviselője ott volt valamennyi sorsoláson. Fortuna ezúttal a szintén megyeket egy Gyulaházát juttatta a Balkánynak. Számunkra nagyon fontos a kupa. Az előző mérkőzésen is nagy ecsed ellen ezt bebizonyítottuk, hiszen nem is a legerősebb összeállításunkban tudtunk felállni, hiszen többen munka miatt nem lehettek jelen a mérkőzésen, de mindent tőlünk telhetőt megtettünk, és hála Istennek sikerült tovább jutnunk. Játszottunk a Gyulaházával egy felkészülési mérkőzést a nyáron. Hasonló erőt képviselnek, mint mi, ugyanúgy nagyon sok fiatal játékosuk van, úgyhogy egy igazi kiki meccset várok tőle. A Vásáros Namin Nyírmegyes, Csengel Nyírvasvári, Újfehértó Talpa és Balkán Gyulaháza mérkőzést szeptember 25-én szerdán játsszák le, mivel azonos osztályú csapatok vannak párban, döntetlen esetén 11-es rúgások döntenek a továbbjutásról.